halad. Sajnálom, hogy ilyen. De szegény! Nem bánkolok, nagyon szalítok. Lámák, emúk, kecskék, nyulak. A listát még hosszan lehetne folytatni, ebben a tolnai állatsimogatóban ugyanis rengeteg fajta állatot tartanak a vendégek nagy örömére. Stábunk az Állatok Világnapja alkalmából látogatott el ide. Hát mi nekünk régóta voltak állatok, mindig is voltak, én ebben nőttem fel az állatozásba, és nagyon szeretjük is őket, és ezért is vagyunk így ezzel, hogy gondoltuk, hogy nyitunk egy ilyet, mert hogy a gyerekeknek is meg hogy egy kicsit ki tudjanak mozdulni valahol állatok közé, ne csak a telefon meg a számítógéphez is legyen a gyerekeknek. A tulajdonos azt mondja, semmelyik fajtól sem kell félni, még a köpködéséről elhíresült lámától, vagy a fenyegető kinézetű emutól sem. Hát egyelőre még jó jelzéseket kaptunk vissza, mindenkinek tetszik. Többször már jöttek vissza ugyanazok a látogatóink, és meg vannak elégedve, tetszik mindenkinek. A nyulak és a tengeri malacok közkedveltnek számítanak, könnyedén meg lehet simogatni őket. Bármilyen állatról is legyen szó, az október 4-i világnap felhívja a figyelmet arra, hogy felelősen bánjunk velük.